két csapat első találkozóján a vendégek 10 pontos győzelmet arattak, így a nyíregyháziakat fűtött a visszavágás vágya. Az első negyedet 9 ponttal nyert a Nyikse, de a hazaiak a második negyedben elkezdték a felzárkózást. Kovács Tibor együttese azonban a harmadik 10 percben újra felpörgött, és a 29 pontig jutó Farkasinszki Gábor, valamint a 22 pontot szerző Bráne Szavics vezéletével meg is nyerte a mérkőzést. Ráadásul 16 ponttal, ami az alapszakasz végén egy esetleges azonos mutatónál a Szentsen Nyiksének kedvez majd. Nagyon-nagyon örülünk a győzelemnek, bravúr kategóriába soroljuk, mind a mellett, hogy tisztában vagyunk a csapatnak az erejével, amit bizonyítottunk az első fél évben is a hazai mérkőzéseken, illetve hát most az új bajnoki szezon második felében az idegenbeli mérkőzéseken is, és nagyon jó, hogy előzetesen az előző körben a Cegléd ellen játszottunk, mert a mezőny egyik legjobb, hanem a legjobb csapata ellen. Szoros meccsen kaptunk ki 2 ponttal, ahol voltak győzelmi esélyünk, de ezzel egy olyan szintre jutott a csapatunk, amit meg tudtunk tartani most a legutóbbi debreceni mérkőzésen, és nagyon jó ritmusban játszottunk. Igazából erre a ritmusra készülünk a bajnokság kezdete óta. Most teljes csapattal tudtunk igazából kiállni, és ez a teljes keret erre volt képes, ami nekünk nagy öröm, ha előre nézünk a további mérkőzésekre, illetve hát majd a rájátszásra. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Cegléd vezeti 17 győzelemmel és egy vereséggel. A második Szolnoknak 15-2, a harmadik Szentsen Nyiksének 14-3 a mutatója. A nyíregyháziak a szezon végén szeretnének ott lenni a feljutásról döntő rájátszásba kerülés jelentő első két hely valamelyikén. Csapaton belül is megfogalmazódik, hogy minden jobb teljesítményre szeretnénk, hogy is mondjam, a legvégén szerteni, illetve hát elérni minden jobb teljesítménye, minden jobb helyezést. Kimondva kimondatlanul szeretnénk ott lenni abban a két csapatban, amelyik az országos döntőben a feljutásért játszhat. Én azt gondolom, egy sportembernek ez lett a legnagyobb célja. Nagyon nehéz lesz, mert van 6 olyan csapat, legalább 6, amelyik képes erre. Ahogy bizonyítottuk, bárkivel partiban tudunk lenni hazai, illetve idegenbeli pályán, és úgyhogy erre készülünk a továbbiakban is. A Szentsen Nyikse legközelebb március 23-án lép pályára, akkor a Szentest fogadja Kovács Tibor együttese.